Az országgyűlési képviselő Ófeldeákon kezdte meg az utcafórumok sorozatát. Mint mondta, meglátása szerint nem az az elsődleges fontosságú, hogy egy állampolgár kire adja le a voksát, hanem hogy egyáltalán elmenjen szavazni és éljen ezzel a jogával. Lázár János hangsúlyozta, ez jelen helyzetben azért is bír nagy jelentőséggel, mert a magyar mindennapokat befolyásoló döntések születnek Brüsszelben. Azt gondoljuk, hogy milyen messzire van, milyen távol van Brüsszel, és ez a több ezer kilométer vagy 1500 kilométerben mérhető távolság, ez sokkal kevesebb, mint az földrajzilag látszik, hiszen ott Brüsszelben hoznak olyan döntéseket, amely befolyásolja azt, hogy a polgármester asszony, hogy az önkormányzat hogyan és milyen módon tud önöknek segítséget nyújtani, vagy milyen politika érvényesül az országban. A helyiek afelől érdeklődtek, hogy kik lehetnek a legmegfelelőbb személyek arra, hogy a magyar érdekeket európai szinten képviseljék. Lázár János a Fidesz lista vezetőjét, Trócsányi László igazságügyminisztert említette, valamint Szájer Józsefet, aki már hosszú évek óta dolgozik a magyar ügy mellett az Európai Parlamentben. Az országgyűlési képviselő ezután Földeákon tartott fórumot, ahol egy másik jelentőségére is rávilágított az EP választásoknak. Az egyik tét az, hogy ezeken a határátkelőkön, az Európai Unió külső határán ki mondja meg azt, hogy kiléphet be az Európai Unióba, ugye ez is Schengen külső, tehát Romániából is kell valamiféle ellenőrzés, és nem beszélve arról, hogy ott van Röszke, a szerbiai határa, pedig az Európai Unió külső határa, az a kérdés, hogy ki mondja meg, ki jöhet be, és ki mondja meg azt, hogy Magyarország területén ki élhet és ki tartózkodhat. Hangsúlyozta, mindenképpen fontos, hogy a legutóbbi EP választásnál, ahol a részvételi aránya 30%-ot sem ért el, idén mindenképpen magasabb legyen ez a szám, mindenki legyen érdekelt abban, hogy a saját jövőjét alakítsa.